Mostantól könnyebben mehetnek a szervezetfejlesztési, menedzselési feladatok az Apátfalvi Dózsa György általános iskolában. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően közel 8 millió forintot nyert az intézmény, melyet továbbképzésre kellett fordítaniuk. Így két pedagógus iskolarendszerű, több fél évig tartó oktatásokra járt. A programban Balázs Katalin igazgatóhelyettes és Mátó Lajos iskolaigazgató vett részt. Mindketten túl vagyunk a kötelező tanulmányi feladatokon, és hát a program zárása előtt vagyunk, ami nem azt jelenti, hogy most már ezt a feladatkört el lehet felejteni, ugyanis az iskola ebből a két továbbképzésből a továbbiakban profitálni fog, mert a pályázatnak a fönntartási ideje, ami 3 évre terjed ki, az előírja azt, hogy a megszerzett képesítést ezt nem csak a magunk munkájában felhasználva, hanem az iskola javára is hasznosítsuk. És ezek a tervek készültek el nemrégiben, hogy a következő 3 évben ki a maga szakterületén, illetve a megtanult ismeretek segítségével hogyan fogja az iskola javára fordítani mindazokat, amiket ugye pályázati pénzből finanszírozva mi meg tudtunk tanulni. Bízunk benne, hogy az iskola életét, a szakmai munkáját, illetve a szervezeti fölépítésben bekövetkező esetleges változásokat, szervezetfejlesztési feladatokat ezek segítségével elő tudjuk mozdítani, és mindenki megelégedésére fogjuk végezni.